Üdvözlök ismétlen mindenkit! Most lesz ilyen felvétel, hogy nagyon sokat látszik. Jobban mik is vannak feltöltve. De én tudom azt, hogy javarészt annyira gyenge az elmétek, hogy nem értitek ennek a videónak a lényegét. Miről van szó? Arról van szó, legesen mindig meg kell ismerkedni a területtel. Kik vannak, kik laknak, ez fel legyen kicsikét. Fett van térképeztetve. Nem is az, hogy mostan erről lenne itt szó. Itt arról van szó, hogy a valódi csatornának a réginek olyan indult. Az alap tudást, a legfontosabbat lett nagyon sok helyen egy pár évvel kiadva, nem volt még említve. Az örök harc, a hit, mert akkor vannak ezek a népírtók, amik legtöbb népet kiirtottak, arról is volt szó, és egyszerűen elmaradt. Ez azért van, mert egyre jobban a YouTube és a Facebook kezdett manipuláltatni. És egyszerűen az alaptudás maradt el. Az alapok. Mi az alaprésze? Az alap abból áll, nagyon a gyönke elme nem tud hinni. Médiumok van, minden. Az alap az, hogy minden hatalmi szernek van médiuma. Kicsit többet látnak, de jó ment volna, már régeség óta már az közé beírtam volna állni. Régebbi szép időkben. Hogy itt én nem olyan 50, 60, 70. 270 évvel ezelőtt. A 270 évvel ezelőtt más parancsot adtam volna ki, lehet, hogy nem így lenne semmi se. 270 évvel más lett volna a döntés. És ha máshogyan szavaztunk volna, és rosszul lett szavazva. Nagyon rosszul. Hát, itt is volt erről szó mostan. Ilyen hatalmi szervek ide vagy oda. Itt is van még lehet említve. Itt mindig vannak médiumok. Fel vannak béreltetve. Azt higgyétek, hogy nem ez a valóság. De a gyönge munkás elme nem tudja a valóságot a virtuális látom meg. Meg kellene veszteni. Annyira gyenge az elméjük, ráadásul még büntetést is kaphatnak. Nagyon sok hit. Vannak ezek a buddhista alapok, meg ilyen régi iszlám, arab hitben, az előtiekben, hogy újra életnek. Újra bírtak életni? De miben? Itt jön a vassá, mint egy pókok lesznek. De most képzeljétek el azt, hogy nagyon sok lakosság szereti hogy nyomni a pókot. És tík, ahányszor ott lesztek, annyiszor nagyon lesztek nyomva. Ez a buddhizmus az alap. Főleérem, hittem egyik alapja volt egész végig a csatornának. Imádkoznak, hogy nehogy urai legyenek. De ez több, mintben van. Ugyanez megvan az alapított 1940-es években a sátán. Istáknál is. Arról szól a sátanista, nem úgy kell képzelni, hanem arról szól, hogy ezeket a munkás, újabban munkás réteg létrehozását, hogy külön jogokat kaptak, és el kell ezért őket pusztítani. Meg kell azt érteni, hogy a sok munkás, vagy külön réteget hoztak létre maguknak, nem a jóhoz vezet, hanem a gonoszhoz, a rosszhoz. Ami külön hibákhoz, nem hibákhoz, hanem a világ végéhez is. Jöhet. Visszamegyünk arra a kankecskére. Kecske. Kankecske volt a sátának a jele. Kérem a sátánt, erre mi fog kijönni? Nagy valószínűséggel a kankecske. Jönnek ilyesmik.
Az ördög. És itt van, hogy mindegyiket átlagban a hagyományok szerint hogy kecske fej koponyával vannak ábrázolva. Itt vannak ezek az eredeti verziók, vagy ilyen kis cégek. Utánzatok! Megpróbálta leutánozni. Csak éppenség ezek az alapot felejtett el. Az volt, hogy sohasem nincs rétegeződés. Hogy a munkás vagy több réteg nem kaphat nagyobb jogokat, mint az arisztokrata. Vagy inkább annyit sem, de most már külön jogot kell adni nekük. Külön kell mindent kapniuk. Ráadásul még a kecske nagyon kezd emberként van ábrázolva, az eredeti verzióban egy sima, házi, fehér kecske fel van állítva. Itt a fej, az alap fokvezetek elfelejtve, legfontosabbak az alap, a hit, az öregharc. Hogy persze meg van említve ezek a hozzanatok. Hogy itt van, hogy fogják, akik itt voltak a területen. Egy kicsike fölölelt beazonosítások. Nagyon sok azut féreg vannak, palesztinok, a saját hitüket, hogy hatalomra jussanak, lehazudták. Nem hazudták le, hanem inkább meg sem mondták. Hette felvették ezt a vaca keresztény hitet, és ezzel meg van bocsájtva mindenük. Bocsájtást nyertek. Mindenki tudja, hogy a valóságban nem nyernek bocsánatot semmikor sem. Hogy érezniük kellene, ami velük történhet. Nem érzik! Nem érzékelik! Egyszerűen nem. Nem, teljes hatalomban van! És akkor érzik, nem érzik, de mit éreznének? Egyszerűen ez a Facebookozás és a YouTube pozás, mint a kezdte volna velem az alapjokat elfelejteni. Az alapok voltak ilyen késelések, darabolások, hogy egyszerűen, mintha meg akart volna rontani, hogy a sima szégyen, aztán magamat, hogy a munkás réteghez akart volna vonzani. A munkás réteghez, ami az alap filére volt, az küzdés, elleni küzdés, nincs akkora joguk. Hogy nem kell külön réteghöz külön réteg nevelésre kapniuk. Hogy ez a valóságban, ez egy megszégyenítés. Hogy külön létre jöttek ilyen rétegeződések. Nem csak ez a munkás rétegről beszélek, hanem vannak ezek a szájtógépjáték rétegeződések. Vannak ezek a youtuberek, minden vacak, hogy a rétegeződés ellen tenni kell. Itt van, most jönnek megint, vannak ezek a iszlám előtti hit, a Visnyú. Most ilyen ez a Visnyú. Hol is van ábrázolva? Én tudom aztat, hogy a nagy javarészt, hogy ti nem követtek semmit se. Ti hitetlenek voltok. Ti örültök annak, hogy bírtok nézni vacak online filmeket, sorozatokat, virtuális világot, aminek ti örültök. És az online filmre bejön a bank intéza. Mobibanka. Online filmek. És annak örültök, hogy ez nem a szabadságotok. Semmikor se nem lesz ez a szabadságotok nektek. Hanem az élvezetetek a virtuális világban. Vagy inkább az elvégeztetések. Hogy itt nagy globális problémák vannak a szemetelésben. És most eszembe jutott, hogy a még és koromban is mit kellett oldásba járnom, volt az óvóné, hogy a szemetest a szemétbe kell dobni. Vagy így szóval, én úgy vettem fel ezt más tanácsukra is, hogy ez sértette a jogaimat. Ha nincsen
joga ahhoz, hogy én nekem azt merjem mondani, hogy a szemetest a szemétbe dobja. De van még egy olyan, felfogtam, úgy fogtam föl, hogy a szemetest a szemétbe kell dobni. Vagyis azt jelenti, hogy el kell készülni, vannak ezek a köznépek, állandóan szemetelnek, ilyen munkás rétegek, meg kell fonni őket, és a szemetet le kell szemetelni. Vagy szóval, meg kell fonni egy pár rakéta, de, és már is már nem fognak tovább szemetelni. Miért pont kapnának rakétát? Mert megérdemlik. Egyszerűen, megérdemlik. Nem arról van szó, hogy megérdemlik, az érdemlik meg, mert pont azokra szavaztak, akikre nem kellett volna. Hogy egyszerűen meg lettek választva. Ez így szokott történni. Örüljenek a 200 eurónak, dollárnak. Mész a... Vagy inkább a 30... Kapnak ilyen 35 ezer dinárt. Mész a büdös fenével. És olyanokra tudnak szavazni, akik gondolhatták volna aztat, hogy nincsenek jóban. Nem így szokott lenni, amit művelnek, hogy van mindig vissza felé, vagy van, hogy kikik az alapoktól, akik ők kapták, és nem adóznak. Ez van, ha nem adóztok, akkor odesztok. Hiába van asztik, ugyanúgy, mint amazok is. Hogy itt van, hogy ti ugyanúgy tehettek arról, hogy itt vannak, itt tartanak, mintha ők lettek volna. Ez a valóság, nem a virtuális világ. Egy jó sok hibát vétek, és itt van. Az örök harc, szent háború. Lepír benneteket simán győzni. Simán. Hogy odeszhatni bírtok. Megmondva azért, mert tik, nem tudtatok semmikor se gondolkodni. Most ezt úgy kell kezdeni ezt a helyzetet, hogy csodálkoztok rajta kis munkások, férgek, miért is van annyi sok mindenük. Nyilvánvalóan azért van, mert valahonnan kapták, de nem ingyen kapták a rohadékok, itt tagadók, hanem máshonnan kapták. Vagy nem tettek eleget, kellett volna csinálniuk, nem úgy történt, és azt hiszik, hogy ők ezt, hogy mind örökké látni fogják, hát nem. Nagy valószínűséggel, ha tőlem múlt volna, már nem lennétek. Egyszerűen, én egyszerűen nem tudom mostan, hogy jelölgetni ittem, vagy mi a fenének, egy pár rakéta, és a problémákat megoldja. Meg kell érteni azt, hogy néha a rakéta, nukleáris bombák az igazi megoldások. Nem pedig van az, hogy mostan itten külön csoportosítások, mintha valami egyén a második világháborús élményet akarna újból kéni, hát nem. Hát most már múlik az idő. Én meg akkor, hogy ott voltam még, akkor is voltam, de máshogyan, mostan. Én visszamentem arra az időre, amikor még benne voltam a hatalmi szervekben. Hogy amikor még kicsit mellé döntöttem 280 évvel ezelőtt, mellére kicsit szavazva, inkább jócskán, és képzeljétek el, hogy arra szavaztam volna, most ez az adott ország ne legyen. Még akkor még lent voltak, nem történt volna meg ez a sok, nem lett volna első világháború, se második, és egyszerűen mellé lett szavazva. Ez volt, ez a múltba, illetve a jövőben